Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk vendége Gavril Kadarjó, a rendező, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, és hát nyilván nem utolsó sorban az Ariel Színháznak az igazgatója. Üdvözlöm stúdiónkban! Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok! Azért hangsúlyoztam ki azt a tényt, hogy ugye tanít a Művészeti Egyetemen, a rendezés szakon, mert hogy az, amiről beszélgetünk most a színházzal kapcsolatban, az Ariel Színházzal kapcsolatban, az elég szervesen kötődik az egyetemhez is, ugyanis van egy nagyon szép projektjük, ami az egyetemnél kezdődött, egy előadás, és az Ariel Színházban fog folytatódni, gazdagítva azt az ágát a színházuknak, az Ariel Színháznak, amelyik hát nagyobb embereknek szól, úgy tudom, hogy 12 éven felülieknek szól az az előadás, amiről most mindjárt beszélgetni fogunk, de hogy azért felnőtt előadás, tehát hogy olyan vetületeiről beszél a társadalomnak, amin azért felnőtt fejjel kell elgondolkozni. Mert hogy ugye előző műsorainkban is beszéltünk arról, hogy az Ariel programjában a gyermekeknek szóló, különböző korosztályú gyerekeknek szóló program mellett van egy drámapedagógiai foglalkozás is, és van egy nagyszerű előadásokat felsorakoztató felnőtt részleg is, hogy így mondjam. Szóval az Árvácska előadásról beszélek, és erről szeretném faggatni, hogy aminek a bemutatója a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen volt, a Studio 2.1-es teremben, és ami aztán át fog kerülni az Ariel Színházba is. Na most nem tudom, ez gyakori, hogy így ilyen felépítésben hoznak létre egy előadást? Hát... Ez egy különleges együttműködési tervnek a gyümölcse, az Árvácska, Vidovszky György magyarországi vendégrendező, aki azt hiszem, hogy közismert legalábbis a marosvásárhelyi Ariel Színház nézőinek, mert már a negyedik előadásnál tart. A drámapedagógiai program keretén belül, a színháznevelési program keretén belül már megrendezte évekkel ezelőtt, egy jó pár évvel ezelőtt a Völgyhidat, ami foglalkoztatást igényel ifjak részére, tehát itt a Bolyai Kollégiummal együttműködésben és egyáltalán csoportosabb középkorú ifjakot hozunk mi nézők, és utána az előadás után faggatjuk a dolgokat, amik történtek ott. Az Árvácska mondjuk, hogy nem így van elképzelve, ez egy különleges előadás, és valójában nagyon értékes, és minden egyes, zárójelben mondanám, de hát kihangsúlyoznám azt, hogy minden egyes együttműködési terveinknek a gyümölcse gazdagít mindannyiankot. Azt hiszem, hogy a Művészeti Egyetem részére is ez egy fontos pont, hogy egy színházzal ilyenféle szerződéseket tudjon kapcsolatokat Igen, szerezni. Nyilvánvaló, hogy a diákok számára ez azért egy nagyon erős pont, hogy egy, tulajdonképpen egy színházzal együttműködve hoznak létre valamit. Igen, mert szembesülhetnek azokkal a nézőkkel, amelyek gyakorilag látogatják a színházakat, és ez kiváltja azt a féle tapasztalatot, amire nekünk minden egyes előadás után visszatekintve szükségük van. Nagyon, nagyon szép előadás született ez alkalommal, és én annyira gyönyörködöm benne, hogy arra is gondoltam, hogy a megbeszéltek alapján azt is számba vegyük, igénybe vegyük azt a változatot, hogy ezt az előadást így, ahogy megszületett, megápoljuk továbbra is, amennyire lehet, és amennyire a diákok is majd, mert magiszteres
diákok, akik végzőibe vannak ebben az évben, hogy amennyire itt hon tartózkodnak, illetve Vásárhelyen tudjuk futtatni az előadást az Ariel Színházba. Ezt persze, hogy a rendezővel megbeszéltük, hogy ültesse át. Lehet, hogy nem fog megtörténni a Bábosok világnapja alkalmából, úgy, ahogy terveztük, március 21-én. Igen. De hát, hogyha később is ez, amit eddig nem múlik, az színre kerül nálunk is, és így felváltva ez alkalmat ad azoknak a nézőknek is, hogy megtekintsék ezt a rendkívüli színházi művet továbbiakban is. Én nagyon gyönyörködöm benne, és valójában azt a szót megőrizném, ami elhangzott öntől az imént, hogy gazdagodunk, minden egyes terve gazdagodunk és gazdagítjuk nem csak színészeinket, hanem a nézőinket is. Erről sokszor szó került, és ez nekem elvem és a színházunknak elve, hogy mindig is korszerűek legyünk, és valójában azt, amit kijelentünk bármilyen beszámolóban, végső mondatként, vagy nyíltan kimondva bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos alkalommal, hogy az örök ifjú Ariel megtartja színvonalát és ifjúságát, hogyha valójában felkarol minden egyes olyan tervet, ami hasznára lehet nem csak saját alkalmazottjainak, művészeinek, hanem a saját nézőinek is, mert készülődünk úgy lassan-lassan a 75. ifjú kor jubileumra. Nemrég múlt el a 70 éves ünnepség sorozat. Valójában, mintha tegnap lett volna. Ezen fontolgattam saját magam is, hogy úgy visszaemlékszünk különféle eseményekre, és hogy eltelt az idő, mintha tegnap lett volna. És valójában milyen rövid az idő, hogy egy nap alatt eltelik egy jó pár év. De hát gazdagodtunk ebben a 4 évben, mindjárt 5 év lesz, ez jövőben lesz ez a jubileum. Addig is vannak terveink, mert más jubileumok, jelentős jubileumok vannak életünkben, amit tiszteletképpen elsajátítunk, úgyhogy a nézőkre felfigyeljünk, mint mondjuk, hogy a Magyar Irodalmi Napok, ami áprilisben fog történni, ott is egy külön rendezvényel készülünk. Ugyanakkor a Petőfi Sándor megtisztelő évben Barabás Olga színre hoz egy saját dramaturgiában és saját rendezésében alkalmazott több előadást, majd március 18-án, úgyhogy a Bábosok... És lehet tudni róla valamit? Vagy? Nagyon titkos még el idáig a munkafolyamat, de hát valójában nagyon szép versek, és ugyanakkor egyféle rendezési elképzelésben helyezkednek képek és sorozatképek, tehát ez egy valami rendkívüli lesz. Ez egy ígéret mondjuk, nem titok elmondás, de ígéretként én nagyon bizakodom abban, hogy egy szép előadás fog születni ezzel az alkalommal, és megtisztelőképpen Petőfi Sándort is, és ugyanakkor a Bábosok világnapja. Mondjuk, hogy mert szó került arról is, hogy hol van báb, hol van gyerekek, hol van ifjú. Igen, tehát hogy a különböző korosztályoknak készülő előadások hogyan szerveződnek. Folyamatban persze, hogy hangsúlyozom azt is újra, hogy nekünk az alapprogramunk a gyerekek részére van, a bábos előadások, de hát az Ariel az gyermek és ifjúsági színház, és fedezéke van ebben az ifjúságnak is, ahol mi persze, hogy nem korlátozzuk meg a korosztályt, csak mondjuk, hogy plusz 14, ami azt jelenti, hogy bejöhet bárki, és természetesen, hogy várjuk is. Ugyanakkor a gyerekelőadásoknál is vannak esti előadások, ezek mondjuk, hogy a pandémia korlátozások miatt megmaradtak és megőriztük az esti előadásokat, ami családoknak szól, illetve a gyerekek tudják otthon megbeszélni a szülőkkel, több alkalmat adunk erre, nem csak a vasárnapi előadásokat,
hogy együtt tudjanak lenni a nézőtéren, együtt tudjanak tapasztalatot egyenesben nyerni, és akkor arról beszélgetni, mert a mesék is, mondjuk, hogy ugyanaz a mese, az megvalósítva azon a szinten, ahol a gyerekek tudnak értelmezni és élvezni belőle, a felnőtteknek is nyújt olyan erkölcsi gazdaságokat és érzelmi kincseket, amiről lehet fontolkodni. Amint ezen az árvácskán is, hogy visszatérjek az árvácskára, hogy egy nagyon szép fájdalmas, de ugyanakkor egy utána gondolkodó tétellel fordul a nézőikhez, mert régen volt írva a regény, de hát új... Igen, de vannak örök zöld problémák, igen, a társadalom, igen, szerveződésében. Mindig is lesznek, és ezekről mindig is jó, hogy színpadon kerüljenek ilyenféle megnyilvánulások, ami csak kérdőjelezi a dolgokat, vagy megvilágítja egyféleképpen, úgyhogy ébredjünk rá, hogy ezek léteznek, és persze, hogy a valóságot néha-néha, én magamról is beszélhetek erről, hogy néha-néha azt a valóságot, ami bánt, azt inkább úgy félrenéznék, de hát valójában szervesen el kell fogadni, és valamit tenni ezek iránt, amennyiben mindenkinek az ereje pótolhatja ezeket a dolgokat. Igen, na most ugye elmondta, hogy egy kicsit másképp volt az egyesség, tehát hogy át kellett volna ültetni másik szereposztásba ahhoz, hogy az egyetemről átkerüljön az előadásra az Ariel Színházba. Terveznek-e ilyen beszélgetős előadásokat ezzel kapcsolatban? Mert hogy úgy van, ahogy ön mondta, hogy ezek olyan problémákat vet fel ez az előadás, amelyet szívesen a szőnyeg alá sepernénk, és félrefordulnánk, és nem foglalkoznánk vele. Ugye tudjuk, hogy Vidovszky György főként drámapedagógus, igen, tehát hogy ez az ő fő a gondolkodásmódjának az egyik fő verő erre, hogy erről meg kell beszélni, ezt nyilvánossá kell tenni, ezt be kell vonni a nézőt. Tehát, hogy lesznek ilyen előadások ezzel kapcsolatban? Vannak is, és lesznek is, és a létező előadásokat továbbra is fogjuk színrehozni, beprogramozni. Ezt különösebbképpen az ifjak részére van célozva, mert azokkal ilyenféleképpen ezt fel lehet dolgozni, mint említeném a Tóth Zoli magyarországi vendég, szintén pedagógus, de hát ő Pécsben vezet egy egyesületet, ami ezzel foglalkozik, az ifjúsági gondokkal és előadásra színre hozza színészekkel és non-színészekkel egyaránt. Itt nálunk megvalósított egy előadás, mi rendező, és utána, tehát ez mondjuk a feldolgozás ebben a változatban a drámapedagógia, ez szerve az előadásnak az elképzelésben, aminek a címe az, hogy viszlek magammal, és családi válságos helyzetben kerülő gyerekeknek a véleményét próbálja aknázni, és döntésre, valamilyenféle döntésre tudja elkészíteni, mert valójában ez is egy valóság nálunk, hogy nagyon-nagyon sok család úgy szétoszlik, és akkor a gyerek ott van középen, és azt se tudja, hogy milyen irányba szaladgáljon, és kit szeressen jobban, kit szeressen, nem, ki a bűnös, ki a nem bűnös. Tehát mindkét szülő az egyaránt gyerekek által szeretve van, és ugyanakkor az, igen, igazságot, és ezt felboncolni, ez nagyon érzékeny téma. Ott, ahol mondjuk, hogy az árvácska az árva, igen, és a szülő nélkül is, ez is egy nagyon durva valóság, amivel kell valamilyen féleképpen szembesülni és valamit tenni. Tehát ilyenféle dolgok nagyon fontosak számomra, hogy foglalkoztatást profi módon, tehát pszichológiai felkészítéssel is, egyáltalán a színészeink erre külön workshopok által képezve voltak ahhoz, hogy tudjanak
a gyerekekkel bánni olyanféleképpen, hogy ne ártalmazzák, hanem kérdőjelezzék, és belőlük szülessen igen, meg ez a nagyon dolog. Fontos dolog, igen. Mondjuk, hogy ebben az irányban az Arielnek van már régebbi tapasztalata. 2000-es évek elején részt vett egy nagyon széles európai hálózatban, ahol az volt a címe az egésznek, hogy Play Against Violence angol kifejezésben, tehát a különféle violenciákkal és agresszivitással szembesülő társadalmi vagy egyéni személyeknek a problémáit egy kicsit színre hozni és azokkal bánni. Akkor is képzések voltak, és itt mondjuk, hogy amit visszatérve arra, hogy tanárként is élvezem a művészi életemet, és próbálok minél többet nyújtani a hallgatók részére tapasztalataimból, és egyáltalán a világszerte történőbb művészeti valóságokból meríteni, mert Augusto Boal például egy híres olasz származású francia polgár, már elhunyt egy pár éve, de a Brazíliába töltötte jó pár évét, ahol, csak említeném ezt zárójelben a nézőknek, hogyha nem ismerős a név, hogy mind rendezőként kiment Brazíliába, és akkor szétnézett ott a társadalomba, és az volt a gondolata, és az egész megfigyelésének a mondata, hogy hát ezeknek Shakespeare nem jelent semmit. Hát én hiába, mint rendezőként én próbálom ezeket a klasszikus műveket színre hozni, mert ezeknek más a szükségletük. És akkor ezt a féle színház, fórum színházat kitalálta, ahol macerálják a dolgokat, és ezáltal le van írva a könyveiben, hogy törvényeket is tudtak megváltoztatni olyanféleképpen, hogy a társadalom részére jót hozzanak, és egy ilyenféle valóságot meg tudott teremteni maga a színház. Tehát milyen erénye van, milyen ereje van a színháznak, és ezzel foglalkoztunk, és ebben a metódusban a színészeim részt vettek workshopokon, és ezeket próbálom nyújtani, már csak említettem Augusto Boalt, a diákok részére és a következő generáció rendezőkre, hogy nézzék meg a maguk körüli valóságot, és klasszikus műveket is lehet áthelyezni, átírni ahhoz, mert vannak olyan tulajdonságai azoknak a klasszikus műveknek, ami állandó szóló, tehát nem időhöz van kötve, mert az embernek a jó része és a rossz részei csak formában változnak, tehát maga a gyökerei azok ott igen, vannak, és ezeket... ember ilyen volt ősember korábban, igen, és igen. Pontosan ugyanilyen indulatok feszítették a társadalmat. Igen, ez nagyon fontos, amit elmondott. Tehát először is ez a drámapedagógiával foglalkozó színházi művészet, ez nagyon fontos problémákat vet fel, és nagyon fontos feladatot tud bekötni. Nem tudtam, hogy törvények is változtak a hatására, de elbírom képzelni, hogy tényleg olyan problémákat, olyan megoldásokat tud felvetni, ami ugye példaadó lehet egy társadalom számára. Viszont ezt nem lehet Hűbele Balázs módjára csinálni, tehát hogy ott belemászunk, és belekérdezzünk olyan dolgokba a néző, a fiatal lelkébe, hogy az még nagyobb problémákat vessen fel. Tehát, hogy ezt tényleg azért tanulni kell, és meg kell tapasztalni, hogy hogyan lehet megközelíteni bizonyos problémákat, hogyan lehet kihozni bizonyos megoldásokat emberekből. Hát ez a művészek részére nagy felelősség, mert a kamaszkorú
gyerekekre tekintve például egy nagyon érzékeny és egy különleges dinamikabb életrészt ívelnek át, és ott legfontosabb azt, hogy ne ártalmaz, ne okoz több kárt, mint amennyi van gondolatban, kérdőjelekben, és mondjuk, hogy életértelmében, hogy nekem mi is a kihívásom, mire vagyok én jó, mi az élet célom, hol keressem magam, hol találhatom meg magam. Tehát ezeket valójában egy kicsit felkészüléssel kell kézbe fogni, mert ez nagy felelősség. Tehát maga az előadás, mondjuk, hogy mint színészként oké, mert színészképzés van, de továbbiakban, aki vezeti az egész felbontási, megbeszélési módját és részt vesz, itt különféle játékok, úgymond van játékok vannak alkalmazva, ami által, tehát ilyen, hogy teljesen érthető legyek, nehogy a nyelvezetemben rosszul értelmezzenek a nézők, hogy itt olyan eszközök, színészi eszközökkel is dolgozunk, ami alkalmazva van azokra a célokra, ahol játék alapján, ludikum alapján a néző, a gyerek, az ifjú az szépen be tud menni oda, ahol érzékenyebb, és visszatérni, visszajönni a vezetőjével által. Tehát a biztonságban érezze magát, amikor kinyílik. Igen, tehát igen. Azt a környezetet meg kell teremteni, és azon belül, ami ott történik, az csak az oké. És persze, hogy nyilvánosságba hozhatják bárki, aki részt vett, amennyiben ő saját maga akarja, tehát egy nagyon, nagyon érzékeny pont. Igen, hát annál is fontosabb, hogy felvállalták ezeket az előadásokat, mert hogy ha a kamaszokról beszélünk, így a kamaszokkal pillanatnyilag éppen senki nem foglalkozik. Tehát ez az a kor, amikor a tizenéveseknek a lelki és személyiségbeli fejlődésével senki nem foglalkozik. A szülők rohannak a munkájuk után, az iskola pedig ő tananyagot ad át, és nem foglalkozik azzal, hogy mit érez közben a gyermek. Én, ez az én hittem, hogy amikor a színházba kerültem, és ezt akartam én tanulni és felfedezni magamba, hogy mennyiben tudok rendező lenni, rendező akartam lenni. És nagyon örülök, hogy a Művészeti Egyetem helyet adott nekem is, hogy tanárként is működjek, és megtaláltam ezt a gyönyörű színházat, ami Ariel, ahonnan nagyon sok mindent tanultam. Meg akartam változtatni a világot én is ifjúkoromban, hogy miért is akarsz rendező lenni? Hát azért, hogy az én előadásaim által az emberiség legyen jobb. Hát ez olyan naív kifejezés, de hát valójában visszagondolva egy picit a mai eszemmel és lelkemmel, azért minden egyes tetteddel, színpadi tetteddel, vagy egyáltalán szavaddal valami jót tudsz hozni, nem kárt. És akkor ebben a döntésben én úgy jól érzem magam, és próbálok minél több jót hozni. És ugyanakkor valójában nagyon ráfigyeltem arra, hogy az ifjaknak mi a mindennapi kérdőjeles mondatuk vagy mondataik. Hogy ezen fontolkod, és ebben a színház mennyiben tudsz adni azokkal az eszközökkel, a színházi eszközökkel, amiket én elsajátítottam, és a színész kollégáim, és a művész kollégáim is egyáltalán felkarolni, és azokkal hogy tudunk bánni, és akkor persze, hogy művész vendégeket is, akik ezzel foglalkoznak, tudjanak csatlakozni ebben a munkában. Azt észrevettem, hogy az előadásaink, gyerek előadásaink sorozatából, hogyha ráfigyelünk, Kádár Anna Mária például nagyon szépen kifejezi mindig a konferenciáiba, hogy milyen mesék illenek különféle korosztályokhoz, ezekben észre tudtam venni én saját magam és kollégáim, hogy mennyiben befolyásolják a létüköt továbbiakba.
Persze, de a gondok nem onnan származnak, tehát mennyire tudják felpuhítani azt az embernek a lelkét, hogy tudjon szembesülni ilyen valóságokkal, amiben ő fetreng, amiben ő kínlódik, vagy egyáltalán gondolkodik és próbálja feltalálni magát, és ezek az előadások azért vannak. Nem beszélve az eszközökről is, hogy a bábú ott van, és nagyon szépen elmesélte Vidó a Völtígy alkalmával, mert kimentünk a Bolyai Kollégiumba, hogy a bábút mutassuk meg. A báb az egy eszköz, az nem egy olyan féle tárgy, ami csak a kicsi korosztályokhoz illő, hanem az egy színházi ellem, amivel mi tudunk valójában néha jobban beszélni, mind az árvácskával. Mind az árvácskával. Igen, hát ehhez a munkához sok türelmet is. És hát egy kis szerencsét is kívánunk, mert azt hiszem, hogy ez is szükséges. Igen, azért valójában. Ahhoz, hogy ezt folytatni lehessen. Mindenképpen egy hiánypótló tevékenység, és az, hogy ön ugye a magyar részét is felvállalja ennek, és nagyon értő szemmel bánik vele, ezek külön szerencse a marosvásárhelyi a színház kedvelőknek és a felnövekvő gyermekeknek, úgyhogy köszönöm szépen a tevékenységét, és köszönöm szépen, hogy ma itt volt velünk a műsorunkban. Nagyon szépen köszönöm, én is szerencsésnek érzem magam, és köszönöm ezt a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt mai pont ma műsorunk, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!